Lezárult a jelentkezés, június végén ismét tehetségkutatót rendeznek a Helynekemben. A helyfoglalóról Hímer Bertalan Pajával beszélgettünk. Először arról kérdeztük, hogy hányan jelentkeztek, honnan és milyen zenei műfajokban. Műfaji megkötés gyakorlatilag nincs ennél a tehetségkutatónál, ugye ez egy országos sorozatnak a miskolci állomása, ezt mi 2013-ban csináltuk meg először, utána volt minimális szünet 1 vagy 2 év, ugyanis a Nemzeti Művelődési Intézet 13-ban írt ki egy pályázatot ennek a támogatására, következő évben viszont nem volt, így jött egy rövidebb pauza, viszont utána újraindítottuk. Tavaly volt 10 éves gyakorlatilag ez az esemény sorozat, és büszkék vagyunk, hogy Miskolc az egyik helyszín, ahova a legtöbb jelentkező szokott érkezni. Most idén pont hétfőn zárult évfélkor a jelentkezés, gyorsan átnéztem, hogy nektek tudjak némi statisztikát is mondani. Most 17 jelentkező volt, némileg kevesebb, mint az előző években, mert eddig mindig 20-on felül voltunk, illetve egyszer csináltunk 2022-ben egy 5 napos rendezvénysorozatot a Miskolci Kulturális Központtal Helynekemmel karöltve, ez volt a Tekert föl a hangerőt. Az úgy nézett ki, hogy a Művészetek házában volt egy 3 napos hangszert a kézbe, bemutató, kiállítás, illetve ahhoz kapcsolódott egy diák tehetségkutató, és a program vége az volt, hogy egy 2 napos Helynekem tehetségkutató, ez ilyen extra volt csak emiatt a rendezvénysorozat miatt, akkor 40-en jelentkeztek, és képzeld el, hogy más helyszínekről kéregették el tőlünk a zenekaroknak a kontaktjait, meg a jelentkezési lapjait, hogy ők össze tudják szedni. Hál' Istennek nálunk nem nagyon van ilyen probléma, mert mindig elegen jelentkeznek. Az idejére visszatérve kezdjük ott, hogy Miskolci a domináns terület, 9 miskolci jelentkezett, Egerből 2-en, Debrecenből 2-en, Budapestről meg 3-an. Tehát most nagyjából ezek a városok, akik több zenekart is delegáltak, vagy onnan jelentkeztek. Egyébként az a tapasztalat, volt már nálunk határon túli jelentkező is, és mi biztatunk mindenkit a rendezvény után, el szoktuk mondani a zenekaroknak, hogyha valaki itt nem nyer, mert ugye csak az első helyezett kerül be az országos döntőbe, ami októberben van Budapesten, hogy nyugodtan menjenek, jelentkezzenek más helyszínekre, mert hogyha nagyobb a szerencséjük, mondjuk olyan a felhozatal, ahol ők tudnak jobban érvényesülni, akkor még bekerülhetnek az adott évi döntőbe. A 2012. novemberében megnyitott Helynekem 2013 óta ad otthont a helyfoglalónak. Itt mutatkozhatnak majd be azok a zenekarok idén is, akik túljutnak a szakmai zsűri előválogatóján. Mivel egy napra hozzávetőleg 10-12 zenekar fér be, így minden évbe kell egy válogatást tartanunk, tehát a jelentkezőket áthallgatjuk, kitaláljuk, hogy most idén 10 vagy 12 legyen a műsorban, az élőadásban, és akkor válogatunk. Kérünk be hanganyagot vagy videóanyagot, az alapján tudjuk vizsgálni a zenekarokat, és itt tegyük hozzá, hogy a emlegetett 2022-esnél a Bohemian Betjárs is fölajánlott egy komolyabb pénzügyi támogatást az egyik fellépőnek, és akkor ők is benne voltak a zsűribe, akik válogatták a jelentkezőket. Pajától egy kis mankót is kértünk az amatőr zenekarok számára. Hogyan készüljenek? Mi a siker titka? A tapasztalat? A koncertrutin? Logikusan az előnyt jelent, de ugye az a tapasztalatunk, hogy nálunk is vannak visszatérő zenekarok, az ideire is jelentkezett, most nem is tudom pontosan, 2 vagy 3 olyan, aki mondjuk tavaly volt, illetve a tavalyi évben is volt olyan, hogy a tiszta KOSZ annó elindult, ők egyébként a 22-es diák tehetségkutatót meg is nyerték, és utána jöttek át a következő évben a Helynekemesre, és azt követő évben megint jelentkeztek. Viszont a zsűri is letöbbent, mert olyan jellegű fejlődést tapasztaltak náluk, hogy tavaly másodikak is lettek. Úgyhogy érdemes minél több helyszínen megmérettetni magát egy zenekarnak. Logikusan a koncertrutin az mindig jól jön, mert ugye a zsűri nézi azt is, hogy a színpadon miként tud már működni a zenekar, mennyire koncertszerű az előadás, tulajdonképpen ezt várjuk el tőlük. úgyhogy az fontos. De hozzá kell tennem, hogy én régebben zsűriztem több helyszínen, tehát én voltam Marosvásárhelyen, illetve Paksra jártam évekig zsűrizni, és az a tapasztalat, hogy nagyon erős a feladata. Lehet, hogy vannak gyengébbek, közepesek, viszont a teteje, tehát az első három helyezettek, azok általában nagyon erősek minden helyszínen. Ha már a zsűri szóba került, akkor kitértünk arra is, hogy idén kik fogják szétcincálni, ízekre szedni a bandák produkcióit. Nagyjából a szokásos miskolci részleg az megvan, Károly Tomi stúdiós producer, aztán ugye a Sky Fanatic énekesét is már évről évre, Nahaj Petit is, mint fiatalabb zsűritagot nagyon szívesen látjuk, illetve ez a produkció gyakorlatilag az Öröm a zene tehetséggondozó programnak a miskolci állomása, és ennek a programnak Andrásik Remó a vezetője, aki egyébként szintén miskolci származású, ő a Hanosznak a főtitkára, illetve a gitártábornak a gitártanára, szervezője, stb. Stb. Ő a zsűri elnök gyakorlatilag. Illetve van még egy miskolci, ő is rendszeres visszatérő a zsűriben, ő Fekete a volt Rotor dobosa, illetve a Gitármánia tábornak a dobtanára. Ezen kívül mindig van delegált zsűritag, amit az Öröm a zene szokott delegálni a helyszínekre. Nekik van egy zenész, producer, zenei szakemberekből álló csoport, egy csomag, és abból mindig az adott helyszínre, aki ráér, olyanokat küldenek. Most hozzánk például az Antaresből jönnek ketten, gyakorlatilag Dér Dávid és Pap Dávid Page lesz itt a delegált zsűritag. És persze nincs versenydíjazás nélkül, erről is kérdeztük a szervezőt. Leginkább média megjelenés a domináns. Tehát van rádiós riport, több is, van zenei oldalban, magazinban történő megjelenés, illetve az emlegetett Károly Tamás, ő a saját stúdiójában, a Hangár stúdióban ajánlott föl egy dal felvételére lehetőség az általa kiválasztott zenekarnak, illetve tegyünk hozzá, ami szerintem nagyon jó lehetőség, a Miskolci Kulturális Központ idén is 3 zenekarnak ajánlotta föl azt, hogy valamelyik nagyobb városi rendezvényen fölléphetnek. Itt példaként említeném meg a tavalyi nyertest, akik most Miskolc városnapján a Hooligans előtt léphettek föl, úgyhogy nagyon boldogok voltak, hogy ide be tudtak kerülni. A kezdőlökést és a média figyelmet megkaphatják tehát a zenekarok a tehetségkutatónak köszönhetően. Ez segítheti az erőlépésüket, ez a cél. Nagyon fontos, hogy helyzetbe hozzuk az adott zenekarokat. Ugye nem mindent az első helyezett viszel, igyekszünk szétosztani, de logikusan ők kapják a legtöbb lehetőséget. És hogyha csak azt veszük figyelembe, hogy gyakorlatilag 2 rádióba, illetve 2 zenei szaklapba be tudnak mutatkozni, az azt jelenti, hogy egyrészt a régióban már hallanak róla, a 2 zenei magazin kapcsán pedig országosan is valamelyest meg tudják őket ismerni. Ez nagyon nagy lehetőség egy induló zenekarnál. Június 29-én tehát a Helynekemben rendezik meg idén is a helyfoglalót. A szokásos menetrend szerint 9 órától regisztrálnak a zenekarok, 10-től lép fel az első jelentkező, majd lesz egy ebédszünet, aztán a délutáni program végén 4 óra körül kihirdetik a végeredményt. Érdemes lesz felkeresni a belvárosi szórakozóhelyet 2 hét múlva szombaton.